A devizahitel kérdés még mind a mai napig nincsen megoldva. De nézzük meg, hogy mit tett a kormány és a balliberális összeborulás. És vajon a baloldal miben vétkes? Összejátszva a nemzetközi bankvilággal, devizahitelek csapdájába csalták családok százezreit. Ezzel a kijelentésével messze egyet tudok érteni, csak az az egy nagyon nagy baj van ezzel a mondattal, hogy messze nincsen befejezve, miniszterelnök úr. Mert nem csak a baloldal felelős a devizahitel megoldatlan helyzetéért, hanem a kormány is mélyen benne van. Tény, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya kiszolgálta a magyar nemzetet, családok ezreit gyarmatosító különféle nemzetközi bankoknak. A Gyurcsány kormány is az egyik felelőse mind a mai napig húzódó devizakálváriának. És amikor nyilvánvaló volt, hogy mekkora kockázatot is jelenthet a lakosság számára, illetve akár az állam számára is a devizahitel konstrukció, Gyurcsány Ferenc ezt ki is jelentette, hogy ő nem fog államadósságot felvenni devizahitelben, mivel ez hatalmas kockázatot jelenthet az ország számára. Ezt a helyzetet látva és felismervén, mivel semmit nem tett kormányon Gyurcsány Ferenc annak megfékezésére, hogy megállítsa ezeknek a szerződéseknek a további növekedését, pedig eszköze lett volna legalább annyi, hogy a lakosság figyelmét felhívja arra, hogy a devizahitel konstrukció nagyon veszélyes számukra, és ne vegyék igénybe. És ezáltal megakadályozhatta volna a családok ezrei katasztrófáját is. És hogy hol az önök felelőssége, miniszterelnök úr? Hogy több mint 10 évnyi kormányzást követően még mindig nem lehet pontot tenni a devizahitel csalás ügy végére. Több európai országban, a horvátoknál, lengyeleknél, Romániában is megoldás született a devizahitel konstrukcióra, hibás konstrukciókra, de még Magyarországon mind a mai napig teljes körű kártalanítás nem következett be az adósok részére. Pedig lehetőségük az lett volna. Ehelyett 2015-ben sikerült aláírni egy olyan megállapodást, az EBRD paktumot, amely kimondta, hogy a kormány vállalja, hogy a bankoknak nem lesznek további terhei a devizahitelek átváltása miatt, és hogy a kilakoltatásokat nem akadályozhatják meg. Sikerült oly módon módosítani a végrehajtási törvényt pont a veszélyhelyzet kellős közepén, hogy az teljes utat nyitott a kifosztásra, a magyar nemzet kifosztására, mivel felszakaszolta az árveréseket, ezáltal felgyorsította azok időtartamát, és sokkal áron alul is igénybe tudják venni ezeket az árverezési ingatlanokat, vagy ingóságokat is a vevők. A jelenlegi jogszabályok pedig a népnyúzást segítik elő, legyen szó a végrehajtókról, a közjegyzőkről, vagy akár a bankokról is. Kapcsoljátok be! Szégyeljétek magatokat! Mindenki! Hagyjatok be! Nem vagytok magyarok! Azt mondják, hogy megvan oldva a deviza kérdés. Merjék mondani ezt azoknak a családoknak, akik elvesztették a lakásukat, vagy kilátástalan helyzetükbe öngyilkosságba menekültek. Hol voltak, mikor évi több ezer kilakoltatást foganatosítottak a népnyúzó végrehajtók? Családokat tettek az utcára. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként nem vett részt semmilyen szinten a deviza katasztrófában. Mind a mai napok napig családok ezrei szenvednek a devizahitel miatt, és ezért épp oly felelős a Gyurcsány-Bajnai kormány, mint a regnáló Orbán kormány is. Több mint 10 évnyi kormányzás után sem sikerült a devizacsalást rendezniük, adósságspirálban és visszafizethetetlen adósságokkal rendelkeznek a családok. A Mi Hazánk mozgalom már a megalakulásától kezdve a zászlajára tűzte a devizahitel károsultak helyzetének valódi rendezését, mint egyedüli párt ezzel szemben az uzsoraterror összes haszonélvezőjét is el fogja számoltatni, és a devizaügyek teljes átvilágítását is követeli.
A párt megoldásként egy teljes és átfogó kártalanítást fog kezdeményezni, ezen kívül pedig a kifolyósított tőke összeggel való elszámolást fogjuk a jövőben véghez vinni.